Igen, tehát a teljes termés hiányzik róla. Egyetlen szem nem látható a fán. Ez legalább egy 5-6 kiló termés volt minden fán, amely az ültetvény, tehát minimálisan is 10 mázsa volt az, amivel számolnunk kell, és amit hát eltulajdonítottak. Hegyes Zoltán Cibakháza polgármestere mutatja stábunknak az önkormányzat gyümölcsösében lévő barackfákat. A 2 hektáros területen szinte az összes gyümölcsöt lelopták a fákról. Ha a földre nézünk, láthatjuk azt is, hogy akik a gyümölcsöt elvitték, a minőségi termés érdekelte őket. Az ilyen kisebb barackokat már eldobálták, tehát ezeket itt hagyták a fák alatt. A minőségi piacképes árut vitték csak magukkal. Cibakháza kültertén vagyunk, zárt kerti területen, önkormányzat tulajdonában lévő őszi barack ültetvény, egy 2 hektáros terület, amely 5 éves, és most ebben az évben mutatta volna meg igazán az első termését. Arra számítottunk, hogy egy 10 mázsa körüli termést már sikerül leszüretelni a területről. Ezzel szemben, amikor július végén kollégáim kijöttek a területre, azzal szembesültek, hogy az előző héten még meglévő éretlen termés egy héttel későbbi szemlén már 90%-ban hiányzott, és néhány nap késéssel pedig a teljes termés eltűnt a fákról. Polgármester úr hozzátette, hogy sajnos rongálást is tapasztaltak. Több őszi barackfának letörték az ágát is, sőt a település első embere azt is elmondta, hogy ebben az évben már nem ez az első eset, hogy kárt szenved a gyümölcsös. Az önkormányzat megyfa ültetvényekkel is rendelkezik. Az előző években nem volt jellemző, hogy megkárosították volna a termést. Ebben az évben már a megynél is tapasztalható volt, hogy hiányzott belőle. Hegyes Zoltán elmondta, az önkormányzat 450 adagos konyhájában dolgozták volna fel a barack termést, és az óvodás gyermekek is kaptak volna belőle. A termés pedig nagyon szépnek ígérkezett, amíg lába nem kélt. Nagyon szép őszi barackok voltak, különösen az Alberta fajtából, amely egy nagyszemű sárga belő őszi barack, mivel hogy nem voltak a fák túlterhelve, ezért szép nagyszemű őszi barackokkal számítottunk, tehát egy jó minőségi terméssel számoltunk. Sajnos ezt még annyit sem igazán hagytak, hogy meg lehessen kóstolni. A polgármester hozzátette, amikor kijöttek a munkatársai, egy kerékpárnyomot is láttak, tehát valószínű, hogy mivel nagy mennyiségű gyümölcsről volt szó, gépkocsival mentek be, és gépkocsival vitték el a leszedett termést a tolvajok. A terület nyitott, és szomszédok sincsenek, ezért a gyümölcsös bekerítését nem tervezik. Az érési időszakban viszont egy ideiglenes térfigyelő kamerarendszer kihelyezésén gondolkodnak. Ezeknek ugyanis az eddigi tapasztalatokból kiindulva visszatartó ereje van a településen. Az őszi barack eltulajdonítás ügyében a Kunszentmártoni rendőrkapitányságon lopásvédség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást.